Benedek Tibón az úszodában tölti a legtöbb idejét, de a konyhában is otthonosan mozog, férfi vízilabda válogatottunk szövetségi kapitánya. Most megmutatjuk önöknek, hogy mutat a serpenyő a legendás balkézben. A kukta, Benedek felesége, Epres Panni lesz. Benedek Tibor kifőzött valamit. Most nem egy újabb taktikát a medence partján, hanem egy finomságot a tűzhelyen, illetve a kemencében. És új feladatába ezúttal sem egyedül vágott bele. Először is föl daraboljuk a zöldséget. Epres panni a kukta. Feleségével, a szupermodell Epres Pannival arra vállalkoztak, hogy egy könnyed olasz receptet ajánljanak a Digisport nézőinek a nagy ünnepi lakmározások utáni időszakra, mert hogy a házaspár nemrégiben betársult egy családias budapesti olasz étterembe. A főszakács Simone segítségével készítenek most el önöknek egy csodás ételt. Ma egy martinis lazacsteket fogunk elkészíteni. A hozzávalók lazac, különböző zöldségek, amiket alufóliában fogunk megpárolni egy kicsi vajjal, de előtte meg kell sütni, és kell hozzá fokhagyma, vaj, olívaolaj, egy pici martini. Próbáltuk, itt voltunk, néztük, tetszik-e, nem tetszik, hogy tudunk ebbe részt venni, mi lenne mi szerepünk ebben. Nincs éttermi tapasztalatunk, úgyhogy ez egy kicsit egy tanulás is. Az Olaszországban eltöltött közös 7 év alatt az olasz konyha a szívükhöz nőtt, úgyhogy étterem tulajdonosként kihasználják a lehetőséget, hogy mostantól fejlesszék olasz főzőtudományukat is. Emellett Panni két gyermekes anyukaként egy családbarát ötletet valósított meg. Az olasz éttermekben nem is olyan nagyon gyakori, hogy van gyereksarok, és el tudják magukat foglalni, hanem inkább örjöngenek a gyerekek. Hát amit a Panni nagyon szeretett volna például, azt megcsináltuk, hogy legyen egy gyereksarok, hogy nyugodtan ott tudod hagyni, amíg ebédelsz vagy vacsorázol a gyerekeket. Potyog itt minden. Én abszolút magyaros konyhát vezetek. És amikor ide jövünk velük enni, akkor meg itt nagyon lelkesednek a tésztákért, hát a pizzáért, ami ugye nagyon, szinte a legtöbb gyereknek egy ilyen Jolly Joker ételt. Ez nagyon fontos, a bőre megy alulra először, hogy jól ropogos legyen. Tibor pedig nem nagy étkű egyáltalán. Tehát, hogy mindig azt kérdezik tőlem, hogy úristen, micsoda mennyiségeket kell otthon főznöm, hogy egy ekkora embernek tele legyen a hasa, de nem így van. Nem eszik a Tibor nálam többet. Benedek Tibor nem csak mostani életében ügyel a mennyiségre, de sportolókorában is természetesen odafigyelt, mit és miből mennyit evett. Ezt most szövetségi kapitányként csapatánál sem mulasztja el számon tartani. Most szövetségi kapitányként is azért nagyon odafigyelünk, dietológussal dolgozunk, a játékosoknak megpróbáljuk meghatározni, hogy mit tegyenek. Vannak pillanatok, amikor változtattunk el az elképzeléseinken, például a budapesti Európa-bajnokság második hetében ez abszolút jellemző volt, hogy amikor már össze voltunk zárva két hétig, már nagyon nem bírták az ételeket, egyszer csak elindultak a McDonald'sba, és akkor kitaláltuk, hogy akkor jó, akkor minden játékos írja le a kedvenc ételét, és akkor innentől kezdve minden nap legalább 4 játékosnak a kedvenc étele ott lesz az asztalon. És a szálloda partner volt ebben, és utána ez javult a helyzet, és már nem akartak többet gyors étterembe menni. Hát ilyen figyelmes a mi szövetségi kapitányunk, de nem csak csapatával, feleségével is. Kapcsolatuk elején Olaszországban két edzés között szívesen főzött Panninak. Tésztákat inkább, rizssalátát, de volt egy-két ilyen nagyon, emlékszem, spárgát. Töltött paradicsomot, spárgát kötöztem cérnával, hogy akkor nagyon lelkes voltam. De több időm is volt rá. Hát aztán, még gyerekek nélkül, igen. Aztán ahogy Panni egyre jobban beköltözött, én egyre jobban költöztem ki a konyhából. De most, mint azt láthatják, együtt visszaköltöztek, és a jó olasz receptek mellett szemmel láthatóan a jó házasság receptjének is birtokában vannak, hiszen a legnagyobb harmóniában élnek hosszú évek óta. És hogy egy kicsit megismerjük kapcsolatukat, egy házaspárbaj kvízjátékra hívtuk ki őket, amibe ők boldogan belevágtak. Ki járt több országban? Tibor.
Mit főz meg legfinomabban, Panni? Húsleves. Miből tudna egy raklapnyit megenni Tibor? Palacsinta. Miből tudna egy vagonnyit megenni Panni? Szalámi. Ki főzött utoljára a másiknak? Panni. Mit? Úristen, tavaly előtt. Ettél a paradicsom levesemből? Nettem. Megúsztad. Szokott Tibor főzős műsort nézni? Nem. Nem. Viszont könyveket szokott olvasni. Főzős könyveket olvasom. Ha a családnak bármilyen állata lehetne, mi lenne az? Kutya. Ha Tibor szuperhős lehetne, mi lenne? Batman, Superman, vasember. Vasember. De közben gondoltam a Supermanre, mert már most egy vasember, úgyhogy... Mit főz meg legfinomabban, Tibor? Tészta. Rétes. Az is egy tészta.